most itt írtó gyorsan nekiállunk megkeresni, hol is van az a plakát, amivel tudunk majd fotózkodni. Egy rövidke túra után megtaláltuk, hogy úgy tűnik megtaláltuk a plakátot. Fél órája keresünk. Nem, kerestük fél órája. Gyere! Nem. Gyere, jó lesz, jó lesz. Úgy tűnik, hogy megvan a plakátunk. Az első, amit megtaláltunk. Ezt itt találjátok a nyugati háta mögött, a Podmanicki utca és a Ferdinánd híd találkozásánál. Te is videózol, én is videózom. Ott. Te szelfizel, oké. Okay. Na figyelj, úgy. Meghallgatván azoknak a, mondjuk úgy... Észrevételeit, akik mondták, hogy miért csak Budapesten van. Nyilvánvalóan financiális okai vannak, hogy csak Budapesten van. Az, hogy Budapesten 13 helyre kitettük ezt a plakátot, még ez is rengeteg pénzbe került. Nem tudjuk elvinni vidékre. Viszont kitaláltunk nektek valamit, amivel csatlakozhattok a kampányhoz. Egészen pontosan Farkas Zolek ötlete volt, és Lázár Eme valósította meg. Mai délutánon a Facebookra kikerül egy Facebook frém, amit ti is rárakhattok a profilképetekre. És így a Gadislav frémet, a Gadislav hashtaget el tudjuk terjeszteni a magyar Facebook világában. Tartsatok velünk! Ha ti is csatlakozni szeretnétek ehhez a kampányhoz, akkor változtassátok meg a profilképeteket, használjátok ezt a frémet, és akkor így is ti is szerves részei lesztek ennek a kampánynak. És nagyon fontos, imádkozzatok azokért, akik látják ezeket a plakátokat, vagy akik megkérdezik tőletek, hogy mi ez, hogy ők is találkozhassanak Istennel. Sziasztok! Sziasztok!